Jelenleg is tart a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar 7. gólyatábora. A rendezvénynek idén a Horgosi Túrótanya adott otthont. A gólyák intenzív és szórakoztató programok keretében ismerkedhetnek meg egymással, valamint térhetnek haza maradandó örök élményekkel. Szeptember 25-én kezdődött a tábor, de a gólyák a mozgalmas program ellenére is vidáman várják az ügyességi játékokat. Eddig mindenki nagyon jó fejnek tűnik, kedvelem a társaságot, itt egész más a hangulat, mint hogy a máshol lennék. Itt valahogy az emberek sokkal kedvesebbek. Az egész tábor teljesen energiadús, tehát mindenki 100%-on pörög, én ezt nagyon szeretem, ez nagyon az én világom, mindenki nagyon kedves, nagyon nyitottak vagyunk, és lényegében az egész tábornak a jellege a jó kedv, az összetartás, az ismerkedés, és én ezt nagyon értékelem, ezt nagyon szeretem. A gólyák esténként buliznak, napközben pedig olyan izgalmas és egyedi programokon vesznek részt, mint például a kártyavár építés vagy a szívószál foci. A gólyatábor szervezését már jókorán el kell kezdeni, mondta Kopunovics Dávid főszervező, az MTTK hallgatói önkormányzatának tagja. Számomra iszonyatosan nagy megtiszteltetés az, hogy én szervezhettem meg, én lehetek a főszervezője, az a fő koordinátora ennek a gólyatábornak. Tehát én nekem azért is egy nagy megtiszteltetés ez a feladat, mert én szeretném viszonozni azt, amit nekem adtak 2 évvel ezelőtt, 2017-ben ugyanezen a helyszínen. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kargója tábora 3 napon át tart 27 első éves egyetemi hallgató részvételével.